Ezúttal is a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapatának szánt támogatások mértéke miatt alakult ki feszült hangulat a szekszárdi közgyűlésben. Az ilyen Szekszárd frakció az azonnali 40 millió forint helyett 10 millió forinttal támogatná az egyesületet. Javaslatuk szerint a fennmaradó összeget kizárólag sportcélokra elkülönítenék, melynek felhasználásáról később döntene a közgyűlés. Tovább folytatódik a Tarka SC üldözése. Gyakorlatilag az ilyen Szekszárd frakció bármit alávet annak, hogy valakit üldözzenek és elüldözzenek a városból, vagy nem is értem, miért csinálják, de gyakorlatilag nem fogadták el a költségvetést. Egyéb módosító volt, a szokása semmi múltkor is volt, de semmiképp nem hajlandók azt a költségvetést elfogadni, amiben a Tarka SC támogatása benne van. Egyébként hozzáteszem, hogy Bomba Gábor már az előző közgyűlés előtt is sajátjának tudta a költségvetést, és ehhez képest mégsem fogadták el. Murvai Árpád az ilyen Szekszárd frakció képviselője és az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a közgyűlésen hangsúlyozta, senki nem üldöz senkit, pláne nem a KSC-t. Gyakorlatilag ez egy zsarolási pozíció, ezért nem fogadják el a város költségvetését, semmi ne legyen, ha nem úgy van, hogy ők akarják, akkor az egész város elveszhet. Máté Péter a költségvetés helyzetével kapcsolatban úgy fogalmazott, a határidőket nem tudják tartani, az ügy folytatása bizonytalan.